Üdvözlök ismét mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Kotor végigjátszásának soron következő epizódja. Utolsó részben ott hagytuk abba, hogy gyakorlatilag felfedeztük a külső régióit a Tatooine-nak, mi ezen a bizonyos Angkorheaden kívül esett, ezen a kis településen, és gyakorlatilag itt leadtuk az ilyen erekkéket, ugye a vadászoknál volt egy ilyen bounty jutalom, egy darab stickért, amit elszedtünk a buckalkoktól, illetve beszereztük az ilyen, nem tudom én, milyen víztisztító, vagy akármilyen készüléküket, ami nekik kellett. Úgyhogy gyakorlatilag készen állunk arra, hogy visszamenjünk hozzájuk. Ne is várjunk ezzel túl soká, induljunk el. Ja, most a lényeg az gyakorlatilag, hogy a táborba be kell jutnunk. Megpróbáljuk békésen lerendezni a dolgokat, de a lényeg, hogy ki kell nyomozni azt is, mi történt Bastiannak az apjával, ha jól emlékszem, ugye Mission bátyjával. Az elrabolt dzsavákkal, gyakorlatilag itt már mindenről a buckalkok tehetnek, kezd ugye kicsit érdekes lenni az egész. Sóltassuk meg a lézerkardunkat. Csak hogy azért mindenki tudja, hogy nem vigyázni kell. Ezt annyira szeretem, meg lehet úgy sóltatni, hogy át szeretem az embereket így, ilyen robotokat, meg mindenkit. De senkit nem zavar, soha nem szerette senki, úgyhogy. Na, akkor én kimennék, jó? Ó, oh, te vagy, igen, igen, kimehetsz. Jó, hát gondolom, hogy mi esmi, hogy többiek, tehát, hogy újra elkérnék a papírjaidat, de én nem olyan vagyok, úgyhogy hajrá, menjél csak. Kb. Ez volt a lényeg. Jó, értettem. Na, azok a trófák pénz miatt nem jöttek rosszul. Na, lehet, hogy még levadászunk egy-kettőt. Megnézzük, hányan vannak. Nem akarok ezért meg pusztulni itt a sivatagban, azért tegyük hozzá. 2-3 az még belefér, de... Aha, de annál nagyon több az nem. Azért erősek voltak, mint láthattuk, nem is tudom, mi volt a nevük. Megmondom őszintén, ha nem emlékszem. Ezt már felfedeztem? Elvileg igen. Ezzel megnézem. Ez a baj, ezt utálom mondjuk. Nem, és ezt pont kiadtam. Szóval pont ezt utána ugye, hogy nem jelzi, hogy melyik az, amit már kilootoltam, melyik az, amit még nem. Nem tudni, hogy melyik az, amelyik esetleg tök üres, tehát hogy akár kilootoltam, akár nem tök üres. Úgyhogy elég hülyén van ez megoldva sajnos, de hát mindegy. Na, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor talán egyesével is el tudjuk őket kapni. Mert attól tartok, hogy ezek csapatban lesznek. Hiába a távolság alapján lehetne két csoport is. Na. Hulak Raid, vagy micsoda. Jó van. És hívják. Na, dobák arra, gyerünk, meg szok csinálni, ez az. És a másik nem ugrod be, szuper. Nagyon jó. És nem a lövészeimet támadja, ez is nagyon jó, hanem engem. És talán le is nyomjuk, úgy nézni viszonylag könnyen így van. Szuper, másik pedig majd külön player lesz. Aha, nagyon jó. Az erőgyógyításom ez most jó javítva lett. Marra sok medkitet kéne elnyomkodnom, úgyhogy igazából gyakorlatilag spórolok. Most mivel túl sok erőképességem amúgy sincs egyébként. Inkább a kard forgatásra gyúrtam el, mint az erőképességekre egyelőre. Talán ez még nem is annyira hátrány, majd később lehet, hogy az lesz. Na és most végre szintet lettek a többiek is. Szuper. Nézzük meg, hogy velük mit kezdhetünk. Kedves HK47. Ripper. Na várjunk csak most itt, miért látom ezt a magas Rippert és a múltkor, meg miért Missionnek szenvedtem még a Rippert. Rossz kit néztem, hogy rossz karaktert, mit csináltam én? Na mindegy. Ja nem, ez nem az a Ripper, persze, ez nem az a Ripper. Ez a... Ez önmaga a Ripper? Nem. Lehet, hogy az önmagát Ripperelem skill. Ez van, hogy fejezem, hogy azok vannak, hogy az ilyen Ripper kicsa, ha. Elvileg ez mindkettő Ripper egyben, most már így megzavarodtam, hogy akkor melyik volt, nem mindegy, mit ajánlasz. Jó, elfogadom. Mission nézzük meg. Neki mit mond? Ezek teljesen jók. Sneak attack nagyon jó. Ha, medium armorok. Hát azt talán nem kéne.
Demolitions and Stealth. Aha. Ez mondjuk nem rossz. Ez mi is? Improve Critical and Strike. Melléjetek. Melléjetek az nem jó. Szívés, ez nem kell. Repair Circuit to Computer Use. Az nem rossz. Nagyobb lövés. Mindenek nem. Fú, most milyen fegyver van nála, az minek számít, ez a Bowcaster Rifle-nek. Most valami lövészetet adjunk neki. Robbanószerekhez már jól ér, de harcolni is jobban kéne. Most megnézem a fegyverét, hogy ezt minek számítja be. Szerintem Rifle-nek, ha Rifle-nek jó. Na, hát hol mászott el a másik? Ezt nem most töltük le, ugye? Ezen meg nem lehet az. Most vagy szintet léptem, ez így kipusztult magától? Ezt most nem egészen értem, de... Most látom, hogy hova vándorolt. Na mindegy, menjünk vissza a törzshez, aztán kész. Reméljük a buckalkok megemlékeznek rá, akkor nem akkor mészárlás lesz belőle. Csak mondjuk a hármasra. Sziasztok, tudjátok, én vagyok az, aki segít nektek, ugye? Elvileg oké. Elvileg jók vagyunk. Hiába emlékszem rá, hogy majdnem biztos ezeket kilútoltam, mert egyszer meg kell néznem, idegesítő. Jó, nem támadnak, ez jó jel. Még egy kilométeres séta körülbelül a tábori, és ott is vagyunk. Remélem nem lőnek ki az ajtóban, elvileg hozom a cuccokat, úgyhogy azt mondták, hogy ha hozom a cuccot, akkor jók vagyunk. Akkor barátságban vagyunk. Hát meglátjuk, hogy a buszkalakok mennyire diplomaták. Tehát, hogy mennyire szavahihetőek egyrészt. Mire taktikáznak az ilyesmikkel, reméljük, hogy nem nagyon, és betartják, amit mondtak. Ezzel az a távolságkard dobásom van, hogy ez mennyire érte meg, ugye a másik nem azért jó, hogy viszonylag nagyobb range-en, tehát a nyilván lézerkaros közelharchoz képest távolabbról is be tudok vonzani úgymond egységeket, és magam tudom őket csalni, a viselő részeimet támadják. Itt van az őr. Ez lehet, hogy meg fog állítani, hogy hoztam el a cuccot. De most elvileg itt van nálam, úgyhogy nem lehet gond. Hello, bello. Mondasz, inkább nem beszéljünk át, ha megint megtámad. Hopp! Az őr nem igazán érzi a megtisztítést abban, hogy üdvözölnie kell minket. Mondd neki gyorsan, hogy itt van nálunk a cucc. Oké, azt mondták neki, hogy kísérjen a törzsfőhöz, és azt is fogja tenni, és elmélet most éppen arra kísér minket. Aha, elég meglepetnek tűnik, hogy visszatértünk. Nem szeretett ránk, hogy visszatérünk, igen, ez a fordítás. És azon gondolkodik, hogy vajon hoztuk el, amit ígértünk. Elhoztuk a cuccot. Nem bízik bennünk, még mindig viszont többet tettünk, mint bárki más, értük, úgyhogy nem fognak támadni. És nekem adja a törzsfő a kis pálcáját, vagy fegyverét, vagy nem tudom micsodát. Csökkentik a támadásokat. És körülnéztek a táborban, de hogyha tiszteletlenül viselkedem, akkor kinyírnak. Jó. Van pár kérdésem. Befáltam ebbe, nyíljuk ki őket, vagy pedig mondjuk, hogy viszlát. Van pár kérdésem. Igen, hogyha szeretnéd valóban folytatni ezt a sajnálatos, békés megegyezést, ugye, hát akkor óvatosan kérdezzek. Jó. Túszokról mi a helyzet? Legyünk ennél specifikusabbak, mert több túszok is van. Nézzük Mission bátyján a Griffet. Oké.
Nagyon sok hasznát veszik, szóval elvihetjük. Igen, mondja a kedves robot barátom ugye, hogy még azt a kevés energiabefektetést sem tették meg, hogy egyetlen kinyírják. Talán nekünk kéne megtenni este. Igen, van ilyen válasz is, hogy hát továbbra már nem tudom használni, úgyhogy nyírjuk ki. Hát azért nem. Nézzük egyéb kérdéseket. Információt a kultúrájukról. Érzékeny téma. Óvatosan kérdezzünk. Nem mint a sok mindent, igen, hanem hogy támadólag vegyék, nem mint a sok mindent, akinek tartanunk. Klán történet örömeséjének nem fognak olvasni, mert őszintén. Van valami storyteller, ilyen történetmesélő, az mesélje az ilyeneket. Oké, csak a legnagyobb harcosok beszélhetnek vele, a történet mesélővel. Hogy tudnám bizonyítani, hogy az vagyok? Igen, mondja, hogy többnyire a saját emberek, hogyha megölnek egy ilyen törzsön kívülit, akkor azon bizonyítani, de ugye ez az én esetemben egy kicsit necces lenne. Great Dragonnal találkozhatnék és kinyírhatnám mondjuk. És hozzam vissza a Dragon Pearl-t, akkor bizonyítok. Azt hiszem csak vizé ki akar figurázni, ugye? És nem hiszi, hogy megtenné ilyesmit egy ilyen kívülálló. Hol van ez a Great Dragon? Hát igen, ezen a keleti dűne tengeren, ahol nem tudtunk eddig menni. Mondja, sosem fogunk tudni legyőzni, itt egy térkép. Aha, egy tridek is van kint, akit néha látnak, talán azt tud segíteni egy vadász. Oké. Okay. És ez a Dragon Pearl. Valami értékes cucc, oké, okay, mindegy. Miért tenségesek ezt mindeket elmondták, mindegy. Igen, ha azt kérdezem, akkor vak vagyok kb. Így van. Oké. Inkább nem akarok ebbe belemenni, mert még rám támadnak. Egyéb kérdések? Starmap-ről tudnak-e valamit? A keleti dűnetengere majd megtalálom, amit keresek, az a lényeg. Ők is keresték az ilyen egyéb roncsok tucok miatt, de a Great Dragon miatt ugye hát kénytelenek voltak visszavonulni. Oké, hát egyelőre búcsúzzunk el. Most néztem, hogy ez a szöveg, hogy nincs már hasznunk, hogy nyíljuk ki, ez ugye mindig a törzsre vonatkozott, mert mindig most is ugye feljött, nem Mission bátyára, bár vicces volt, mert ott elég úgy nézett ki. Na vajon ránk támadott törzse, beletúrunk a kis ládikáikba. Na vajon. Biztos nehéz kitalálni. Ezt megnézem. Hát ha nem szólnak semmit is. Terelül. Aha. Hát igen, ezt valahogy sértésnek veszik, micsoda véletlen. Egyelőre nem támadom meg őket. Amíg lehet, addig tartsuk meg ezt a békés állapotot. Ha valami túszok vagy egyebek miatt kénytelen leszek harcolni, hát akkor mindegy. Bár úgy érzem, ezen a békével nem sokat nyerek sajnos, ha egy olyan tippem, de mindegy. Tehát akkor... Aha. Akkor nem turkálunk. Wow, itt van egy női bucka lakó, na az mivel más? Értem, más a maszk és más van bemugyarálva. Érdekes, sosem tudtam, ez most itt... Gondolom ez a van, be van fásrizza a feje, mindegy. Nézzünk körbe itt, milyen kis cellák vannak, meg járatok. Valahol ugye elleg itt vannak a túszok is. Na. A Java túszokat nem tudtam megemlíteni, úgyhogy az nem tudom mi lesz. Azokat is ki kell szabadítanom pedig, úgyhogy... Aha, azt inkább hagyjuk egyelőre. Nézzük, mi van az egyes ajtó mögött. Aha, egy buszkalkó család kb. Jó, azt hagyjuk. Mi van a kettes ajtó mögött? Random cuccok? Ha én elútolok, akkor ezt bizonyára senki nem fog észrevenni, ugye? És
senkit nem fognak ezek hiányozni. Na. Remélem. Ha a következő buszkal akkor rám fog támadni, amint meglát, akkor tévedtem. Droid alkatrészek. Itt is van valami. Nagyon jó. Oké, és az nem minősült bűnnek, vagy legalábbis nem tudnak róla. Ez mintha már egy őrzöttebb hely lenne, vagy csak is sokan vannak. Ez egyszerűs lesz, de megpróbáljuk. Aha, itt vannak a Javák, jól van. A líder, vagy mindig ilyen random Javák. Megköszönjük, hogy segítettem, aha. Én nem homokember vagyok, úgyhogy te vagy az új, a régi városból, igen. Isis küldött biztos, hogy megmentünk, neked kell lenned. Ha azt mondja, hogy csak kiengedett, akkor az egész hely el nem fog fordulni, hát igen. Harmadik, nem az, hogy megmentse titeket, szavaztok. Majd később kiszolgatok titeket, mert biztosítanom kell, hogy lesz, ugye biztonságos lesz az elvonulás. Az lehet, hogy azt jelenti, hogy levágok itt mindenkit, hogyha megtámadnak. Van pár kérdésem. Válaszolunk, hogyha az a szabadságunkhoz vezet. Miért vagytok itt fogva tartva? Miért üzeteltek, oké. Fenyverek, stb. Aztán vagy nem tudom, rabszolgálom be osztályok, de nem mindegy, nem sokat tudtam meg. Aha. Azt mondja, hogy mit a busy fighting, mit. Nagyon jó. Ez az első terv, hogy fussatok ankor hát fele, és túl elfoglaltak lesznek, hogy velem harcolnak, és nem tudják valószínűleg használni az ágyukat, hogy kilőjenek titeket. Hát ugye marha jól hangzik nyilván. Jó, mondjuk ezt. Igen, és nem is fordult az egész tábor, nagyon jó. Jó, köszi, ezt majd később megdumáljuk, mert itt közben kilőnek. Na. Ez nem jó, ez nem jó. Nem tudom, nem robbantom fel manuart. Hát a negyevet nagyon elkapták, ez nem túl biztató jel. Ennél is írdál, most nem érsz semmit, az a baj. El is hullott, hát ez... Súnya volt. Na jó, srácok, itt... begranátozom magam akkor. Remélj túlélnem. Jövő négy, öt, zív, Sonic, nem termel, nem termel. Meg ezt. Aha. Ez jónak tűnik. Fú, így már nem. Kicsit sokan vagytok, srácok. Jaj. Aha, ez így nem lesz jó. Robbanok én is vedem magam alá. Talán nem lett volna Friendly Fire, azt hiszem. Vagy igen? Ha most nyugtam ki magam, mindjárt rá, de jó. Wow. Cserébe felrobbant mindenki. Ó, de jó. És feljött kedves HK csapattársunk is. Hát most itt a fél törzset levágtam, úgy látom. Mégis csak jöttek ezek a gránátok. Jó, hát akkor szedjük el a cuccukat. Nem terveztem ilyen mészállást, de a Jabás küldetés nem nagyon hagyott más opciót. Törzsfőnél sem tudtam megemlíteni, nem tudom miért. Csak valamiért Griffet, mi Mission bátyját, úgyhogy én igazán megpróbáltam, de hát ez van. Legalább ezekért a stickekért kapok egy kis... Hoppá! Kis pénzt majd. Fú, mennyi van itt. Egymás egy hátán szegények. Hú, hallom, kiáltanak már. Hát akkor jöntök ez a tárlók is. Hát ugye gyakorlatilag... szabadon rabolhatóak, sajnos vagy nem sajnos. Yes.
mentsünk egyet, de ezt valami monster szentre. Esetleg nem akarom, hogy legyen egy mentésem, jól nem nyírom ki őket. Hát... 2-3-6 talán még ki tudok lőni. Vagy szóval kilőni, kinyitni. Srácok. Az utóbb meg az új sok volt azért egyszerre. Ha játszatok vele, akkor ezt esetleg ajánlom, hogy ne így csináljátok. Talán a törzsfő terméből ki lehet indulni, ott lekapni az őröket, mint a törzsfőt is kifele végigharcolni. Az se tűnik egy túl könnyű opció, de cserébe nem az egész törzs. Ugye itt marra sokan voltak egy helyen. Az egész törzs fog betámadni, aha. Hello! Nem jössz? Gyere támadj, ez az. Gyerünk, gyere csak. Vannak közé megint páram. Az az, gyere, gyere. Okay. Nem volt egy család, azt hiszem, ugye ott meg őrök, meg stb. Nem, ez itt az üres is mögött a család. Mindegy, valahogy így. Na, na. Lövészeimet hagyd békén. Oké. Okay. Ez akar még nem kötekszünk. Medkit. Medpack. Na, ez csak az ilyen törmelékek voltak. Nézzük a következőt, hoppá. Nézzük, hú, ezt jól elkapták most. Mindenki azt targetolta. Targetelte. Helyesebben szólva. Azt hiszem ez is hamar meg lesz, igen. Na. Ó, Istenem. Na. Elég bénán lehet hozzáférni. A ház a család még mindig itt van, oké. Okay. Bocsi srácok, de meg kell zavarnom a családi dílt. Na, egy tag hátra maradt, talán őt nem... Ah, de lefűzzük. Oké, okay. Wow, micsoda pörgő rúgásokat nyomnak itt a nők. Még nincsen ilyen stickjük, ők csak így bujóznak. És azért az az egyen bírjánál. Nyírjon már ki. Nézzük. Na, mondom, nézzük. Mi van náluk? És nekem nincsen semmi. Érdekes. Wow, egész jó kis cuccok vannak a tárlójukban is. Ahhoz képest, hogy nem szeretik a technikát, azért a Thermal Detonator meg a Steam pakok meg ilyenek ott vannak ugye a ládáikban. Érdekes. Jó, hát félig meddig belemagyarázták, hogy hát a tereteket is megtalálják, használják, de... Ó, oh. Hello, kedves őr. Na, nem jössz? Ez olyan zavartatja magát, kicsit be volt kábulva, vagy mi? Biztos itt a banta bűztől nem tudott koncentrálni. Na, most már akkor ezt is átnézzük. Valószínűleg itt a ruhánk. Nem, banta level. Érdekes. Az is még mindig nem tudom mire jó. Tudtam még elhasználni. Hoppá, itt van valaki. Ez a menő dobás komolyan. Mindegy. Hoppá, jön a következő. A közelünk a törzsfőnökhez, figyelni kell majd. Óvatosan haladjunk. Na, na, na. Oké. Jézusom. Hát itt a kapunk azt hiszem egy kis bounty jutalom lesz majd. Ez a javás küldetés, nem tudom ez miért ilyen agresszor. Lehet, hogy még visszamentem a törzsbe, azt tudom vele valamit beszélni, de nem tudom, most ez így hülye jött ki. Bentről majd nem fognak felvettek. Most kéne már egyet mentenem. Mielőtt még rám rohan mindenki.
Oké. Májam is. Jönnek elvenek. Na, wow, annak már fegyvere is van. Hú, jajajaj, ez sok. Ez sok lesz. Szeretnék a bájunk fel gránátot. Ez nem lesz jó, attól félek. Köszön át. Kérdően a csapat, ez a baj, hogy nem lesz jó. Ezt még én sem nagyon bírom. Hát így meg meghal mindenki, ez így nem. Nem egészen jó taktika, finoman szólva. Hát én meg túl lassan ölöm őket, ez így nem jó. Ez nagyon nem jó. Ez nem ez volt, ez volt. Uh-huh. Semmiképp se tudok beszaladni. De ezt betudok, csak biztos halál, úgyhogy... Kicsit várunk. Na. Istenem, ez a szerencsétlen kérdés, hogy nem tudok elmenni mellettük. Na jó, hát akkor azt is felteszik a shieldeket, mert lőnek is minket, ez a helyzet. De jó, nem tudom ezt is. Oké. Okay. Ez is jövő, nekem is mehet. Ennyi mindenféle cucc, és feltápoljuk magunkat. És önnek is nyomjunk be egy-két cuccot. Mindent, persze, überek leszünk. Oké, okay. És most azt mondjuk, hogy még egyszer. Igen, ez egy kicsit ilyen brute force-os, nehezebb így ezt megcsinálni. Na, gyertek, kis rácok. Nem jöttek? Ha lövészek nem akarnak jönni, mission, te ne akarjál megpusztulni ott, köszi. Tudom, nagyon szeretném, de nem. Nem értem ezt, nem lehet megmondani, hogy nyugodjál le. Nagy a helyeden. Ez is, úristen. Na. Oké, okay, eddig jó. Na. Igen, itt kezdek kicsit bonyolódni a sztori. Még sok lézer lövés van itt. Érdekes, hogy ezek a terek fel vannak is szerelve. És hát nem kéne ide beszaladni. De jó, de jó, de jó, igen. A fenébe mit csinálsz? És akkor itt azt mondom, hogy mikor egy gránát. Nem, 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 nem. Bele egy gránát, nem is ez. Nem egy ilyen. Egy ilyen. Elég kisebb nem fogod szaladni éppen most. Nagyon jó. Csak gyógyulni kell ebbe egyet. És miért akar megpusztulni állandóan? Már volt már valaki. Nagyon nyomjuk ezt az Uber pakkot. Ugye azt lövöd, amit én is támadok.
te is azt lövöd. Meg ugye azt itt meg lehet. De jó, az a muszájat is meglőttük. Na hát itt már kell egy kicsit taktikázom, bár igazából csak nyomkodom be a cuccokat, aztán remékelek, hogy túl élem, de most miért? És már utána kérdően. Ez nem jó. És már legyelünk. Na, még a végén tényleg elfognak a megtudtém. Oké. Na, akkor törzsfőnek egyik, törzsfő egyik segédje, a másik segédje mehet. Most van a törzsfőt lövöd. Á, de... Most a segédet szedjétek már le. Nem azt. Hát még mindig most nekem kinyíli miatt. Van. Ezt lövétek könnyen. Ja, ugye azok arabból azt lövék, oké. Okay. Tök jó, hogy taktikázok, meg itt parancsokat adok, aztán tojnak rá igazából, mindegy. Nekem mindegy, tényleg már csak győzzük le őket, na. Ezt már illene lenyomni, srácok. Ez az. Már te nehezén túl vagyunk. Azt hiszem. Jó sok cuccunk ráment, ma vagyunk annyival. Törzsfő ugye a pálcáját már odaadta, szóval... Aha. És visszaszedjük tőle ezeket a vaporátorokat. Plusz fegyver upgrade, meg jó fegyver is van nála. Hm. Oké. Okay. Ez a kinti láda. Nem tudom, ezeket tudtuk-e csekkolni. Nem, mert itt rögtön befutottunk. Aha. Jó. Igen, folyat is a cuccunk rendesen, de cserébe kaptunk is cuccokat. Van maradványok. Jó, hát... csúnya véget ért szegény törzs. Köszönhetően a Javaknak. És nem tudom még itt hányan lesznek, ugye még Riffet keressük, akkor a... Igen, ez érdekes, hogy Griffet kerestük, de nem láttam sehol. Illetve ugye volt ez a... Aha, Bastila apja is elkoborolt. Tőle nem találtam semmi holokront, vagy ilyesmit, azt hiszem, eddig. Bár ugye nincs itt a csapatban... Jézusom! Nincs itt a csapatban, szóval jó kérdés. Mert nem tudott szólni nyilván, mivel nem volt itt. Hmm. Ez bizony érdekes. Innentől kezdve az egész, mert az egész tábort feldrítettem, és nem igazán találtam meg, akiket kerestem, úgyhogy... Melyek még egy kört nem hagytam itt valami ugye holokront, vagy valami nyomot, vagy ilyen cuccot. Kérdem, hogy ezeket úgy rátfutni. Azt gyanítom, hogy ott a Krayt Dragonnál fognak ezek ugye kiderülni. Ha már ugye a sztori szerint is valahogy így alakult, hogy mindenképp oda kell mennem. Illetve a Krayt Dragonhoz lehet, hogy be kéne vásárolnom, mert most lemerítettem a készleteimet, meg azért valljuk be. Elég húzós csata volt. Na, ott nincsen semmi. Nem úgy tűnik, hogy túl sok variáció lenne, ugye? Tegyük hozzá. Bantákkal se tudok semmit csinálni. Pedig van banta ellenem. De mégse. Jó, hát... Éppen ha mindjárt jön megint a törzsfőnöknek a szobája, mi? Még egyre odébb vagyunk.
Nem vagyunk egyelőre igazából. Jó, hát ezt meg átnéztem, úgyhogy valószínűleg azt megcsinálom. Bastillát hozom. Ó, most kint is meg fog mindenki támadni. Ó, na, meg. Nincsen teleport vissza. Ha jóra. Nincs. Ez kellemetlen. Ez bizony kellemetlen. Ugye azt akartam, hogy Bastillát behozom a csapatba, Arcane Maid helyett, mi a sztori miatt elvileg vele. Most jobban járnék. Negatívum, hogy ki kell, hogy küzdjem magam. És nagyon úgy tűnik, hogy erős csapatok, illetve nagy számú csapatok várnak rám kint. Ja, nem tudok mit csinálni. Nézzünk ki, meglátjuk, milyen erősek. Túl nagy tömegbe jönnek, hogy valami akkor. Hát talán az ágyuk remélben fognak lőni. Oké. Okay. Ja, hát nincs ki kezelje őket, ugye? Végül is. Igen, ezek megtámadnak, de egy-egy ilyen szemtrikor buckalkhoz elvileg nem okozhat problémát. És itt a bounty miatt vadászhatnék rá, hogy minél többet megöljek, de nem akarom az időt húzni. Úgyhogy menjünk vissza szépen. A városban mindenképp vissza kell mennem, mert a felszerelésem is kimerültek. Lehet, hogy a hajóra is vissza kell mennem, ám kérdelni egyet igazából. Bastillát be kell menni a csapatba, hát az mindenképp hajóra vissza kell mennem, igen. Tűntőjében Hawk. Lássuk ezt. Nagyon szuper. Így egyszerűbb lesz. Na. Oké, okay. Most itt más nem akarok dumálni, úgyhogy Bastillás mi is jön velem. Bastillának nyomjunk egy szintlépést, mit ajánl neki? Everness. Rakjunk Treat Injury-re is azért. Itt mit ajánlasz? Force Whirlwind-et. Az, ugyanékszem, hogy jó. Úgyhogy azt elfogadjuk. Nagyon jó. Ja, ezért nem néztem, hoppá, upgrade-eket, úgyhogy vissza. Vissza. Equipped. Hoppá, aha. Ez Bastionnak a kardjában egy kis upgrade. Equipped. Ugye ez meg a Lata Giovanni-nak vagy kinek. Jó, az most nem számít. Ezek a fegyvereket. Van, nincsen. Tudok mit tenni, oda sem. Hát, mindegy, ez van, többit ezt nem variálom meg egyelőre. Mission Vibro Blade-je marad. Armorok, az oké, okay. Ez is oké. Okay. Jó, hogy most nem variálok az, hogyha többféle upgrade van, hol mit tennék, stb. Nem akarok ezzel szórakozni. Na. És akkor bizniszeljünk egy kicsit. Kifogytunk a munícióból, hogy úgy mondjam. Mutasd, mit van? Na igen. Két tizet. Ebből. Jó párat. Hát ebből. Mindet igazából, azok jó erősek. Hát az már látszik is, most utcokat nem fog nagyon venni. Nézzük, mi van eladni való. 2 plusz 8, 1 plusz 8-at az adjuk. 4 plusz 5, nincs benne semmi. Ez 5 plusz 4. Plusz 3. 5 plusz 2. Jó, ezeket még megtartjuk. Több fiber blade. Na, a sticket majd leadom, igen. Double blade. Az ilyen sima blade-eket leadom. Ez nem rossz ár, de nem kell most plusz lézerkard. Illetve nincsenek itt, amiket equippeltem, tehát ezek mehetnek a levesbe.
Hoppá. Miért ilyen sokat? Nem tudom. Balanced. Ez nem balanced. Ezeket hagyjuk meg. Kristályok. Rosszak ilyen fegyver. Ez egész jól tűnik sok bónusszal. Hú, még hogy. Ezt meghagyjuk. Balanced. A balanced-eket megint csak. És le meghagyom. Most a gránát, ilyen egyéb kis cuccok. Smoking fire. Egyet elpasszolok, a shieldek maradnak. Jó sok öv megint, ez is öv. Constitution, extreme-ből egyet elpasszolok. Akár a Nord motopadja, az megint nem sok minden. Azokat meg leadjuk, droid alkatrészek, mert ezt most nem fogom átválogatni. Egész jól visszajött a pénz, mikor leadjuk a Bounty-s cuccaimat, akkor vissza is jött talán az a pénz mennyiség, amit itt elköltöttünk most. De, na, hosszú jöttem itt ki. Azt hittem már itt vagyok a Hunter's Lodge-nál, hogy mi ez. Hunting Lodge. Na, akkor nézzük, mennyi pénzt kapunk. Igen. Miért kell ezt kiválasztanom, nem értem. Hát ez nagyon sok minden, maradjunk annyiba. De több van, abban egyet eladok. Oké. HK 40, tehát nem biztos, hogy felekvipáltam, na mindegy. Most gondolkodok, hogy úgy egyébként már a droid cuccémat, ugye? Mibe akadtam el? Mi volt ez? Érdekes. Na, hát a buszklakokkal leszámoltunk sajnos. Itt van a törzsfőjé. Nagyon nagy felfestés szajtottál meg minket, úgyhogy bónuszt is dob a lóvéra. Meggyőzés. Egy kis pluszért fel tudnám tartani ezt a nem tudom én elkötelezettséget, hűséget a jövőbe, vagy nem tudom mi volt ez. Erőmeggyőzés, akarsz még adni egy kis pluszt. Próbálom is jól meggyőzést. Sikeres, igen. Igazad van, itt egy kis plusz pénz. Nagyon jó. 700 kredit. Sima bounty-kat beváltjuk, oké. Okay. Wow, azért is kaptam egy szép kis summát, és így mennyire is tartunk. 4295. Na, egész jó. Vissza tudom-e neki... Várjál, van bántok is voltak ott, nézzük csak. Ha az nem az ő biznisze. El tudom-e neki adni ezt a vaporátort, amit tőle vettem, az a kérdés. Visszavenni az vicces lenne, de hasznos is. Ha csak nem valami... Nem úgy tűnik. Na. Az abban a combat suit. Light Battle Armor, 8 plusz 2. Wow, ez egész jó. Mi az, hogy 9 defense plusz egy dexterity, mondjuk ez. Aha, ez enged 2 dexterity-t. A Dog Blaster. Azt nézzük meg, most milyen páncéljáink vannak. Én nekem 8 plusz 3-as. A dexterity bónuszom az 2-es, tehát nekem a 2-es az még nem úgymond romlik le. Cold és Fire Resist, az plusz 3. Oké. Okay. Ez 5 plusz 5-ös. Akkor neki 4 dexterity-e van. És Fire Resist. Mi van Bastillen? 6 plusz 4, Cold Resist. Aha, egész jó. Hát így nehéz lesz. Hát ezt magamnak megveszem ezt a Power Light, Battle Armor-t, bár... Hát nem is tudom. Ez Sonic Resistance, ez csábító, meg plusz egy Strength. Nekem a plusz 2 Dex Moves annyira talán nem
De nem, itt az nem fáj, de igazából egyik se. Hát mindegy, hagyjuk ki ezt egyelőre. Viszont mi a kiketős árushoz. Itt volt még valami jó cucc, most lett egy kis pénzünk, ugye? Ez a kellemetlen, hogy valami ugye kéne a Kray Dragonos harcra, valami kis plusz előny. Láthattuk, hogy azért meg tudnak minket még szivatni az ellenfelek. Na mutasd, mit van. Fúha. Mindenképpen ez marha erősnek tűnik. Csak most nem nagyon van olyan karakterem, aki azzal nyomul. Fú, ezt a fegyvert nem is tudnám kifizetni. Mandalorian Heavy Repeater. Attack Modifier plusz 1, az jó, csak nem upgrade-elt, úgyhogy így mégsem. Wow! Jó, erős cuccok megint csak. Jön olyan shieldek. Critical Hits, Immunity, Awareness plusz 1. Nem rossz. Implant. Az a baj, hogy nem látok egyértelműen olyat, ami implantom például, azt csak nekem lehet. Ilyen basszának nem is lehet, így van. 3 awareness plusz 2. Aha. Meg pedig Sonic Resist. Sonic, azt hiszem, hogy az a blaster weaponnek az a sebzése talán. Will. Maradjon ez. Dexterity az oké. Okay. Strength plusz 2, az is oké. Okay. És ennek milyen van, de van is az 2, strength plusz 1, akkor maradjon inkább ez. Critical hits, oh, egyértelmű, ez nagyon jó. Az ő cucca, ennyi. 3, awareness plusz 2. Hát, hogy inkább erre a resistre gyúrok most, inkább. Energy Shield mehet. Dueling Shield. Ez is elektromos, az a baj. Seat Energy. Nem erősek mondjuk, oké. Okay. Reflex, Fortitude 3. Az nem tűnik kevésnek. Tudnám az most pontosan, hogy mire is van, de mindegy. Elvileg akkor jók vagyunk, ez volt az igen. Ez akkor 6-25 plusz 16-os, nem is rossz. Oké, okay. Van például a jobb fegyver missionnek. Van 12 plusz 13. Közel azban nem akarom küldeni, mert ez úgy csúnyán végződne. Nem látom, marad ez. Jó, hát nagyon forradalmian nem lettünk erősebbek, sőt. Kicsit visszatöltöttem a készleteket, annyit elértünk, ha más nem. Kicsit talán optimizáltam itt az equipmenteken, de hát meglátjuk, mire megyünk vele. Nincs egy vissza. Aha, mindegy. Elcsesztem be az ében, ha októl lett volna vissza, ahonnan. Ah, megnézem. Vissza a telepre, onnan jöttem, az a teleport. Nem kéne átfutnom a fél sivatagon, az marha jó lenne. Itt vagyok, közelre megpróbálom. Nem jön be, hát akkor ugye. Akkor ez van. Docking Bay. Akkor még mit tudom, spaceportot írt volna. Ez vagy Tomi a Transit Back. Igen. És nagyon szuper, működött. És most pedig az irány az nem ez, hanem ez. Jó, ezt valószínűleg kell kapjuk. Rossz helyen van. Hoppá! De ezt nem hiszem el, miközben támadok.
beidézem egy csapatot, ez csodálatos. Jó, ez így lehet, hogy nem lesz jó munka akkor. Na. Próbáljuk még ezt itt le. Ez az. És ki jöttek a szabolni őket, igen. Na, szó szerint. Látom még a Bounty, így van. A Bounty-nak még nincsen végét, mi be tudok gyűjteni egy kis plusz pénzt. Elég szomorú, nem akartam én őket legyilkolni, de hát... basszus, a Javakkal nem beszéltem. Igen, így, hogy visszateleportáltam, így az a rész kimaradt. Na mindegy, azt, na, addig nem menjek el a bolygóról, amíg azt nem csináltam meg, ugye hát azért... az fontos lenne. Remélem, nem szadok rá egy gránátra sem. Jó felmegyek, jó felmegyek. Nézd mi. Szerintem is. Mi ott az úton átmények, mentek egyet. Hát ha... aha. Hát ha úgy kezdődik a másik oldal, hogy cinematik és lőnek. Bár hát ugye mit láthattuk, ez a játékra egyáltalán nem jellemző. Más az előző csatát is játszik szkolapokkal. De azért... Bastion, neked nem bajod, nem ér vagy lesérülve. Az előző csatából. Na, jó, hogy már meg. Oké, okay. Akkor most kicsit vissza kell térjen még az erőm. Ne menjünk át. Mentés megvan. Most már van elvileg térképünk, hogy nem tévedünk el. Mert mint amúgy ilyen szerencsétlenek lennénk, de hát mindegy, játék sztoria szerint igen. Uha, aha, ott már lesz valami buli, ezt tuti. Na ezt is derítsük fel, van-e itt még hulla, hologram vagy bármi. Nekünk érdekes lehet. Nem baj a csapda, derítsük azért fel. Semmi. Meg ott. Semmi. Aha, az is egy. Egy nagy semmi, király. Ott vannak a trófáink. Támadjuk meg őket. Addig kerülgetem, hogy... na, ezek most nem agresszívak. Ez nem ugyanaz a lény. Ez nem ugyanaz. Talán se tudja. Nekem olyan egyformának tűnnek. Oké. Itt jöttünk be. Nézzük a másik irányt. Nem is látom itt a jelzőbójákat, hogy mik azok. De ott vannak, oké. Okay. Jó. Ez sem ellenséges, hát, de jó. Egyel kevesebb gond. Hát ebből egy bunyó lesz, úgy látom. Ez a másik. Aha, itt jöttem volna be. Másik oldalról. Hát itt nem nagyon lesz már semmi, úgy látom. Csak az a az Uber fight a Kray Dragonnal. Arra nincsen valami speszkó cuccom, már pedig most így gondolkozom, hogy van-e valamim, szerintem nincsen. Az egy nagyon valószínűleg húzós lesz. És megtippelem, hogy itt másra is össze fogok adni. Mi spoiler nélkül. Van a sejthető. Oké, mentünk egyet, aztán meglátjuk. Talán Bastiannak az erőtrükkjei. Nekem a kis szokásos gránát szólásom, meg úgy sílek segítenek valamit. Az ott a tőlek vadász, aki segített, segíthet. Jelenleg. Command Fortuna. Nem mutom rákozás Command. Nem mehet, hogy már tudsz ez a sárkány. Nyomás befele. Na nézzük. Ó, simán kidom a sárkányt. És... miért tudom, hogy a fickó, válom, most már látni a sárkányt.
Oké, beszéljünk a Matt Fortunával. Gondoltam, hogy ki lesz ide ember. Vadászok vagyunk, te meg én. Talán össze kéne dobjuk, amink van. Érdekesnek hangzik. Ugye mondjuk követte a nyomait a nagyon különleges bestiának a barlangjába, ez a Great Dragon, ami bent nyugszik most. És hogy jelenleg ugye egy vadászat alatt van, de nem a szokásos értelemben, ez érdekes. Miért kéne megbíznom benned? Miért ne kéne? Nem fenyegettelek, csak éppen csak a segítséget kértem. Talán neki kéne megkérdeznie engem, ugye? Ő már elmondta, miért van itt. És ő nem lehet biztos, hogy én megbízható vagyok. Segítek, adj egy kis infót. Ki kell csalogatni, és gyorsan lecsapni rá. Barlangjában nem tudunk lecsapni rá, és a bőréről lepattanak a sima blaster fegyverek. Jaj, de jó. Mondja, hogy ilyen májnakot helyezett el, és bele kéne csalni. Mondja, hogy banták az eledele, ugye? Gondolom a banta kajával tudjuk ide csalni a bantákat, és akkor azok meg a csalik lesznek a sárkányhoz. Igen, hogy vezetjük ide bantákat? Jó, hát ez a banta abrak, vagy milyen mély, kéne keresni, az már megvan szerencsére. Igen, köszi. Tehát ki kell csalni, aztán akkor a mája felrobbantja a dragont. Nem egy dicsőséges harc, de hát le tudjuk legalább győzni. Igen, hogy olyan egyszerű lenne, akkor megcsináltad volna egyedül. Igen, van még egy probléma. Buszkolakók szednek tartják ezt a bantát, úgyhogy ha feláldozgatjuk itt őket, akkor lehet, hogy betámadnak. Jaj, de jó. Na jó. Oké. Többé nem jelentenek fenyegetés, hogy ezt kiirtottuk őket. Jaj, ez egy másik törzs. Ez milyen a sivatagban, ez sokkal veszélyesebb. Aha, persze. Megmagyarázzák a játékkészítők, hogy hiába írtottad ki az egész törzsön. Ha semmiből, akkor is majd rád támadnak, úgyhogy kész. Miért én csinálom a kuli munkát? Vagy na nézd, itt van a... Jó, itt van a bantakaja. Oké. Vezessük őket ide, akkor... igen, megmutam, hogy itt ugrált adsz, vagy pedig meglátom, mit tettek. Jó van, de csak küldetésre vágyott az apjáé, de az most nem jön össze, mindegy. Na. Desert Hunt. Azt mondja. Some of the same people may carry for the night as recent in the enclave, remember? Crest space, but may also have some. De nekem már megvan a bantám, öreg. De akarom őket csalni. Aha. És akkor oda menjek, és akkor... Jó. Ez csodálatos, de mindegy, akkor ide csalom őket. És ugye itt nem bághatom az utat a bóják miatt, marha jó. Azt a ládat néztem én, vagy ezt nem lehet megnézni? Nézzük csak. Ládát, hát... ez túlzás. Na jó, próbáljuk meg akkor a bantákat oda csalni. Bízom benne, hogy nincs itt megkevergés a Krayt Dragonnal, mert... mindegy. Szia, hoztam egy kis kaját. Aha, elkezdenek követni. Nagyon jó. És jönnek is a buckalakok, szuper. Hova? Ja, itt vannak a banták, oké. Okay. Elite Warrior, Elite Warrior. Elite Warrior, Elite Warrior, az jó. Ó, hogy ők is úgy kezdik, ne! Bastila futás!
Próbálnám odaugrani vagy valami. És ott meg erre fuss. Aha. Hát ez egyszerűs lesz, nagyon gyorsan le kéne csapni, mert sokan, túl sokan lesznek. Na jó, Blaster ellen van nekünk egy olyanunk, hogy... Na. Energy Shield, így van. Amit ti is nyugodtan feldobhattok, Bastila. Jaj, nem. Na. Na, nem, nincs neki betéve. Esetem azt, ez meg közel arc, ez a Mandalorian Shield. Jaj, de jó. De itt van neki. Ilyen sima Merge Shield. Nagyon jó. Aztán egy heal, aztán kardozgathatunk. Mission, te is dob fel magadnak. Így. Aztán lőj. Na. Remélem most már tudják, hogy mi a pálya. Nagyon gyorsan le kéne kapni egy kettőt. Ennél gyorsabban, de mindegy. Azért, hogy azokat nem jó megrántoznak is. Magyarokat, amelyek csak lőnek, de... Nem szartak még oda. Azt hiszem, mi a fenét csinálsz, úgy őszintén. Kis nyiratja magát mindjárt, jaj, de jó. Ha majd szaladtál, akkor nyomok egy hírt. Hú, hát még egyet nyomatnék, ha én megpusztulok, jaj, de jó. Srácok, nem tudtok targetelni most komolyan. Össze-vissza támadnak, ezt nem hiszem el. Bastiabban is már mit csinálsz. Négy következetes. Na végre. Hullott róla egy. Utolsót meg már azért. Csak le tudjuk kapni. Ez mit csinál? Ó, elkapta ez a Whirlpool-ja, vagy Whirlwind-en a Bastilának. Szuper. Az hasznos képesség volt akkor, igen. Mindenképpen. Ezért harcoltam, hát kösz srácok. Eltűnnek a hullák, aztán se lúd, se semmi. Na mindegy. Gyanítom, hogy több fázisba kell akkor visszamászni, úgyhogy mentünk egyet. Sima medkit. Gyógyulás. Mentsük el még egyszer. És akkor még egy kör. Megint egy kicsit mászunk onnan, megint megtámadnak. Ez már a vadász. Szép munka. Gyere és beszélj velem. Na. Szerencsére nincsen több. Legalábbis a buckalkokkal több szenvedés. Mit mond a vadász? Gyorsan készülj el, banták pozícióban vannak és... reméljük, hogy a Mine-ok is ugye, aknák is majd megteszik a részüket. Na, aggódj, készen állok. Hé, mi ez a hang? Ó, fiú, ez aztán a nagy példány. Fogadjunk, hogy a Mine-ok nem lesznek elegek. Van egy olyan tippem. Na. De jó. Na, elpusztul. Ez az. Szuper, sikerült. Na. Kész, és a nagy bestia halott. Elszegyenemre. Utolsó ügyelvésű küzdelmet azt utasítottam. Nem tudom, mi lesz majd, bla. Igen, köszön segítségért. Osztozol velem a győzelemben. Akármilyen is, ugye? Kösz. Azt tettük, amit tennünk kellett. Nem akarom, ez a te képességednek volt köszönhető. Többet akarok. Mindet nekem adod. Ugye a zsákmányból a részemet. Jó, kösz, aztán kész. Mi mondja, hogy több volt is ebben, mint csak ugye pénz. Ugye a vagyon az majd elúszik, de...
a homok az marad, oké, nem tudom, mindegy, szóval dicsőség is számít meg, hogy vadászat, meg stb. Gondolom. Közös segítséget szavasz, meg hasonlók. Na jó. Végre ez is megvan, szuper. Na akkor most gyanítom barangját, hú, de szép példány tényleg. Így, ezt most fel kell vágnom. Szóval gyanítom a barangját, át kell kutatnom, és ott találok egy-két érdekes dolgot, például ugye a Starmap-et. Na, ennyi. Wow. Ez amit a felszerelném a lézerkarddal, és eltűnne. És ha még maradtak májnak, akkor azért missionnel jövök. Gyorsan mentünk egyet a sikerre való tekintettel. Megrágott hulla, jaj, de jó. Basztja szó, hogy ismerős hullákat látsz. Reméljük, az nem az apád, aki éppen taposol. Na, nézzük ezt a megrágott hullát. Random loot, nem tűnik. Speckónak ott lesz egy két neves halott valószínű. Sajnos. Ott is van valami maradvány. Oké. Megrágott vileg hulla. Viszont ugye ez nem a bátyád. Reméljük nem. Még nem sikított, úgyhogy... a csillagtérkép... itt van valami... equipment pack. Holokron, aha. Bastia, tudsz erről a holokronról valamit? Gyanítom, hogy ez ismerős lesz neked. Na. Tudom ezt használni, vagy elolvasni. Ez a Sandra. Ronald. Ez egy beszláró üzenet, Starman Dantwin. Hunter's License, Holocron. Nem tudom használni, de hát nem mindegy. Hoppá, Great Dragon Pearl, az egy upgrade item lightsaber-be, magyarul ugye a lézerkardomba. Az nagyon jó. Mert azt el is fogom használni. Lehet ide menni. Nem úgy tűnik. És itt van ennek a csillagtérkép. Lássuk. Wow, de über. Még mindig. Azért végigvárom az animációt, ha történik valami meglepő. Ez egy ilyen csillagtérkép, nem? Mindig fura, hogy egy ilyen sárkánybalamba találjuk meg, nem? Sötét oldal artifektje, ilyen kincse, ugye? És talán ide vonzatta a Great Dragont, ez a sötét erő, és megrészítette, és ilyen úgymond rabszolgálatba tette. Most már átjöjjük ezt a bolygót, mindenhol homokos lettem. Köszönjük szépen a részletes beszámolót, Mission. De hamarosan húzhatunk innen, igen. Az a kérdés, hogy... Mestre, mit szól a Holocronhoz? Akartam beszélni. Odaad neki a Holocront. Te meg kell hogy odaad. Megint csak vitához vezetne, stb. Nem akar arról beszélni. Jó. De már nagyon van a Holocron, Mestre, ne zavarjon egyébként. Akarsz beszélni? Nem. Mindig modern csinálsz. Jobban kell neked, mint a nyernek, hogy holokról, stb. Nem nagyon beszél. Mi sem mondom, mint a bátyáról. Igen, mondja, hogy fogjul eltették a szempüklőt. Meg kell mentenünk. Megmentjük, csak nem találtam a táborba, ez a probléma. Egyébként valahára megmenteném. Most én mivel a holokról sem igazán... beszélt Bastila, valószínűleg vissza kell mennem az édesanyjához, és ott megdumálni ezt a Holocron dolgot. Mission bátyja az érdekes, mert őt meg sehol nem láttam. A tábort átpörgettük, úgy mondjából, úgyhogy... ha csak nem nyírták ki a tűzharcba, amit nem hiszek, de...
Végül is ki tudja. Hoppá! Ó, ne, 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 ne. Hát, farkasszemet nézek Crown Lord-dal és csapatával, igen. Ez nem semmi. Nem semmit csináltam, de senki nem menekült Crown Lord elől. Szerencsét volt Tarison. Megmenekült, de ígérem, hogy most nem... Nem állnak a szitek az útjába. Hé, lassan a testre kaló. Talán meg tudnánk egyezni. Második. Hé, azt hiszed, hogy szerencsém volt csak utoljára? Jó, hát akkor csináljuk meg újra. Harmadik. Nagyon sokat utaztál csak azért, hogy meghalj, Kaló. Maga biztos szöveg. Nagyon szeretjük ezt. Ez tök egyébként, mert most nem is tudom, hogy hirtelen mentettem bent. Azt hiszem, hogy igen. Lehet, hogy szükségem lesz arra mentésre. Próbálj meg bizniszelni. Sajnálom, de most nem a pénzért vagyok itt. Te vagy az egyetlen, aki valahogy is elmenekült előlem, úgyhogy hát a presztízs ugye kinyírjon, és hát... Aha, oké, rendes volt a játék, még nem uszította ránk rögtön őket. Úgyhogy tudunk egy gyorsan menteni. Na, és akkor gyakorlatilag innen folytatjuk, ugye akkor Crown Lord-dal még itt meg kell küzdenünk, aztán megnézzük, hogy hol van Griff, mert sehol nem találtam meg, megmondom őszintén. Leadjuk a Jabbaktán a questet, aztán a Holocront is leadjuk Vasszila anyjánál, valószínűleg. Úgyhogy lesz még mit csinálni, és utána hamarosan elbúcsúzunk a Tatooine-tól. A lényeget már ugye megtettük, úgyhogy hát innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm a figyelmet, addig is sziasztok!